szép napot! A Weekend első részének utolsó vendégei a szívemre kötötték, hogy mindenképpen elmondom, hogy holnap, azaz november 12-én a Sóstói Múzeumfaluban megrendezendő Mártonnapi Vigasságok vége is nagyon érdekes lesz, hiszen este táncházzal és lámpás felvonulással várják majd önöket. De hát, ahogy megemlítettem a műsor elején, ingyenes baba angol foglalkozást is ajánlunk önöknek. A témával kapcsolatosan érkeztek vendégeim, Vacóni Antal Erika, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárnak igazgató helyettese, valamint Sarudi Zoltánné, aki a foglalkozást vezeti. Hát szép napot, szervusztok! Szép napot kívánok, szervusztok! Erika, mesélj arról, hogy mennyire nyílt meg idézőjelben a könyvtár az elmúlt években hasonló foglalkozások terén, hiszen annak idején évtizedekkel ezelőtt, vagy akár évekkel ezelőtt csak tényleg arról szólt a könyvtár, hogy bemegyek, kikölcsönzöm, hazaviszem, majd vissza. Ettől azért már sokkal több a könyvtár. Igen, nagyon jól látod. Tehát a hagyományos könyvtár önmagában már nem tud létezni. Tehát én úgy gondolom, hogy a könyvtárnak már mindenképpen információs központként, illetve egy közösségi térként kell funkcionálnia. Mi figyelünk arra, hogy egészen a pici gyerekektől, a középiskolásokon át, az időskorúakig mindenkinek olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani, amivel hozzájárulhatunk a szellemi tőkéjük gyarapodásához vagy szórakoztatásához. Az elmúlt években megjelentek például az e-könyvek, amiket mondjuk ki lehet nálatok kölcsönözni, de nagyon sok más jellegű, nem feltétlen csak ilyen baba angol foglalkozások vannak, hanem mondjuk, ha kicsik, akkor egyből eszembe jut a Csiriptanya. Így van, tehát rendelkezésre áll az olvasóinknak a Csiriptanya, be kell iratkozniuk, tehát ez feltétel, ahhoz, hogy részt vehessenek a foglalkozásokon. Vannak manuális foglalkozásaink is, ehhez bejelentkezése van lehetőség óvodás iskolás csoportoknak, szombatonként pedig egyénileg is részt lehet venni a foglalkozásokon. Hát most jön a, hogy közeledik a karácsony, tehát biztos ebben a témakörben lesznek foglalkozások szombatonként, viszont ezek térítésesek, 200 forintba kerül. Én azon gondolkodom, hogyha már így közeleg a karácsony, nekem eszembe se jutott, de most, hogy mondod, úristen, tényleg közeleg, akkor lehet, hogy a baba angol foglalkozásokon már a Merry Christmas című számokat lehet majd énekelni, nem tudom, hogy ön hogy látja, hogyan indult el ez a baba angol foglalkozás a könyvtárban? Ez úgy indult el, hogy Komár Ágnes, a Csiriptanya vezetője, kért meg engem, neki volt az ötlete, hogy hát csináljunk egy ilyet, hogy baba angol. És lenne hozzá kedvem. És hát én nagyon kedvelem az angol nyelvet, és úgy gondoltam, hogy igen, jó, kezdjük el, csináljuk. És hát így kezdődött tulajdonképpen ez a baba angol. És említette a karácsonyt, említetted a karácsonyt, igen, már van egy, hát miután ez egy ilyen játékos foglalkozás, és kis dalocskákkal tanuljuk a nyelv alapjait, az angol nyelv alapjait, már van kedvenc. Már van bocsánat, kedvenc. Hogy mosolyogtam, csak eszembe jutott egy kedves történet, ha megengeditek, elmondom. Kanadában él az egyik ismerősöm, két pici gyerkőccel ment ki, de úgy, hogy ők magyarra álltak rá teljesen, tehát ilyen bölcsődések is, óvodások voltak, és egyszer hazamentek egy ilyen óvodai nap után, és mondták a barátnőmnek, ugye magyar anyukának, hogy anya, énekeljük már el a diós verset. Diós verset. Hát tudod, a diósat, amit az oviban tanultunk, hát milyen diósat. És kiderült, hogy a mondócskának, vagy a dalocskának a végén, az adott sornak a végén az volt, hogy in the ocean. És az in the oceanből csak a diósat hallotta ki a gyerek, ugye, magyar füllel. Igen. De hát gondolom, vannak, hogy lesznek ilyen hasonló történetek. Hány hónapos kortól, hány éves korig lehet erre a foglalkozásra jelentkezni, és egyáltalán mennyire csillant fel a szülők szeme? A plakáton, amit közé tettünk, 2-től 4 éves kort hirdettünk meg. Azért gondoltuk ezt, mert 4 éves kor után már közösségbe, óvodába járnak a gyerekek, nyilván ugye velük nem fognak jönni, és azok a kismamák, akik otthon vannak, gyesen vannak a pici gyerekükkel,
Nekik ez egy kimozdulási lehetőség, egy alkalom, hogy menjünk el valahova, és találkozzunk más emberekkel, a picik találkozzanak más picikkel, miután még nem járnak közösségbe. Ez egy bevezetés ehhez is. Úgyhogy több szempontból jónak ígérkezik ez a baba angol foglalkozás. Hányan jelentkeztek eddig? Mennyire mozdultak meg a szülők? Hogyan látjátok? Hát, ahogy én az első foglalkozáson vettem részt, azon olyan 15 körül volt szerintem. A további foglalkozásokon nem tudom, de szerintem hasonló szokott lenni a létszám. De Erzsiket ezt te tudod, hogy... Igen, voltak, az elsőn többen voltak, és hát izgultam is, hogy vajon mennyire tetszett nekik, és visszajönnek-e, és az lesz az igazi bizonyíték, hogy tetszett nekik, és jól érezték magukat, hogyha visszajönnek, és most már nyugodtan mondhatom, hogy igen, mert vannak visszajáró gyerekek, és nagyon élvezik. Na és hát legyenek élvezik. Újak is, tényleg egy mondat erejéig, mikor vannak ezek a foglalkozások? Minden héten, minden szerdán 10 és 11 óra között, tehát 10-től 10:45-ig tart, mert ezeknek a kicsi gyerekeknek még nyilván a figyelmük korlátozott. Igen, mert hogy ezért pont jó, a gyerek már felkelt, de még nem éhes. Igen, úgyhogy várjuk nagy-nagy szeretettel a többi jelentkezőt is, igen. Na hát legyen úgy, én gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Egy rövid bejátszás után egy nyíregyházi slammer fiúval folytatjuk a víkendet, szerintem önök is emlékeznek Nagy Danira. Nyáron ilyen július környékén volt már nálunk, de hát íme. Két nézőpontú fotók a Kossuth téren felállított fabarakban. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyoknak és kényszermunkásoknak állít emléket a kiállítás. A szovjetek a II. Világháborúban elfoglalt területek lakosságának egy részét munkatáborokba kényszerítették. Több száz napon át embertelen körülmények között dolgoztatták őket a Szovjetunió távol fekvő keleti és északi részein. A Gulág Emlékbizottság keresett fel magyar túlélőket, akiknek jelenkori képeiből és orosz levéltárak régi fotóiból készítették ezeket a különleges alkotásokat. A cél, hogy érzékeltessék, mekkora különbség van a mai és az elhurcoltak akkori életkörülményei között. Elsősorban most a magyarokra, illetve a nyíregyháziakra és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre emlékezünk, akiket a kommunista diktatúra kezdeti szakaszában, ugye 45-46-ban hurcoltak el Szovjetunió különböző pontjaira, és akik különböző munkatáborokban az úgynevezett összefogó néven Gulágon töltöttek hosszabb, rövidebb időt. Ugye összesen 800 ezer magyar állampolgár került ki a Szovjetunióba hadifogolyként, és abból 200 ezer ott az embertelen körülmények között lelte halálát. A többiek visszatértek ugyan, de a nagy kérdés mindig az, hogy hogyan tértek vissza. Az ott eltöltött idő, amely lehetett egy pár év, illetve évtized is, mennyire törte meg a lelküket, mennyire hagyott rajtuk nyomot, ráadásul úgy, hogy amikor visszatértek, megtiltották nekik azt az itteni szervek, hogy erről beszéljenek, milyen volt a hallgatására, mit kellett érte fizetni, nem árt, hogyha azok is tudják velem együtt természetesen, akiket szerencsére nem élték meg, mert az ember embernek a farkasa, és a mai világban hasonló dolgok történnek tőlünk egy pár ezer kilométerre, amely ugyanolyan tett emberiség ellen elkövetett büntet, mint amelyen ez a 45-ös, 46-os elhurcolás volt. Természetesen nem csak férfiak dolgoztak a gulág táborokban, az ott raboskodó nők aránya 1945-ben már a 30%-ot is elérte. Kint született gyermekeik szabadnak számítottak, így őket pár hónapos korukban elvették az anyáktól és árvaházba kerültek. Nemtől és kortól függetlenül az ott fogva tartottaknak naponta 2500 kg szenet kellett kitermelniük. A plusz 40-től egészen a mínusz 42 fokig dolgoztatták a rabokat, akiknek épp hogy csak annyi ételt adtak, hogy ne haljanak éhen. Az előre kiírt napi 12 óra munka sokszor még a 16-ot is meghaladta. Azért fontos, mert mivel Magyarország ma hál' Istennek békés körülmények között él, és a magyarok békés körülmények között lehetnek, azért ez visszatérő dolog az emberiség történetében, amely körülbelül 6000 éves és 6000 év alatt rengeteg ilyen dolog történt meg, amikor maguknak győztesnek hívők, a legyőzötteket ártak bosszút, elhurcolták őket, megkínozták őket, elégették őket. Ez nem egy új keletű dolog volt a 20. században az emberiség történetében, mégis, hogyha
magunkat modernnek gondoljuk, vagy eszmeileg előrehaladónak, akkor azt tudnunk kell, akár a Bibliából is, vagy másból, hogy az ember embert ne öljön és ne kínozzon meg. Sajnos ez megtörtént, és a 20. században nem először történt meg ez. Úrik Attila a kiállítás megnyitóján hozzátette, a tervek szerint a nyíregyházi túlélőkről egy 2 kötetes könyvet készít majd az önkormányzat. Megbocsátó szép üzenet. Olyan lány volt, akire először anyád, aztán a papad áldást. Olyan lány volt, akinek felcsillan a szeme, mikor mosolyog. És ettől a csillanástól táncolni kezdenek szívet poros lantján a molyok. S ha kacagása az éterben felét gurul, akkor megpendül ezen a lanton a szívizom húr. Mert ha nevet úgy érzed, kicsit újraélsz, és színesek lesznek a fekete-fehérre kopott képek, és én fényevő vagyok, szemek csillanásából táplálkozom, ha szürke felhők takarják a napot. De mint minden ezen a világon, még a fény is szennyezett. Mosolyát lassan csepegtette belém, ezzel mérgezett. De már nem haragszom. Pedig jöttél, kopogtattál, kilincseltél, felemeltél, aztán meg összetörtél. Magány laksértést követtél el. De már nem haragszom. Persze tudtam én, hogy ez nem fog örökké tartani, hisz semmi sem tart örökké, kivéve a pi, annak sosincs vége. Pedig én elhittem, hogy te nem olyan lány vagy. De sajnos csak tovább erősíted a vicceket, meg a sztereotípiákat, és miattad mondom most azt, hogy a férfi ember, de az asszony állat. Mert hát hol tölteni a férfi az idejét a nő nélkül? Hát a paradicsomban minden gond nélkül. De azért nem haragszom, csak kicsit fáj, mert én elhittem, és egy darabot magamból nálad felejtettem, hisz a legszebb ajándékot adtam neked, az aortám, mert a szívből jön. És csak most kicsit nehéz nélkül élni, és ennyi idő, meg ezután a szöveg után nincs pofán visszakérni, szóval tarts csak meg nyugodtan. Én a te dolgaidat már a rendrakásnál kidobtam, már nem maradt más, csak az emléked, meg a hiányod, amit most a mikrofonba kihányok, ezzel vége. És akkor már nem haragszom, amiért azóta minden nőben látok egy kicsit belőled. Ha mást nem, hát azt, hogy ők se engem, hanem más férfit szeretnek, csak ők nem sértődnek meg egyből, ha nem tudom, mire gondolnak. De ahogy rájuk, úgy már rád sem haragszom. Sikerült utánad belőled tanulni, például azt, hogy tulajdonképpen csak 2 dolog van, ami boldoggá tesz, a szerotonin és a dopamin, és jól hallottad, egyik sem te vagy, megtanultam kételkedni, hogy csak olyan lánnyal kell randizni, akinek a nevetése gyönyörűbben szól a legtöbb dalnál, de basszus, rohadt kevés dolog van, ami jobban szól egy jó Pink Floydnál, és megtanultam, hogy ez sem te vagy. Meg hogy nem vagy egy jó nő egy 10-es, hanem maximum egy erős 7-es, és az is csak a pH-skálán, vagyis jellegtelen, semleges. De már nem haragszom. És megbocsájtom azt is, hogy olyan vagy, mint az acskóban az első szelet kenyér. Mindenki hozzád ér, de igazán senki sem akar. És most már tényleg csak egy kérésem volna. Tudod, valahol a világon van egy fa, aki nagyon serényen és rendíthetetlenül azon dolgozik, hogy neked legyen levegőd, amit a tüdőd belélegzik. Menj és kérj bocsánatot tőle. De én most már tényleg nem haragszom rád. Kell ennek a tragédiák is, hogy jobban tud értékelni a csodát. Ja, és még valami. Hallod? Hogyha ráérsz, azért menj már a fenébe. Ahogy említettem, július környékén járt már nálunk Nagy Dániel Slammer. Szervusz! Köszöntök mindenkit, hello! Mert hogy most már titulálhatlak így, hiszen hivatalosan is Slammer lettél. Ez nagy dolog az életedben? Hát igen, ez rendkívül sokat jelent, majd most november 8-án lesz egyébként, hogy egy éve csinálom ezt az egész műfajt, akkor voltam az első Slam estemen, amin rögtön mint versenyző mérettettem meg magam, és most a Slam Poetry Magyarország, mint szervezet, ugye működtet egy, többek között egy honlapot, meg egy Facebook oldalt, és a honlapon bekerültem a hivatásos slammerek listájába. Mit kellett ezért tenned? Hát... Nyilván nagyon sok versenyen részt venni, mindezt eredménnyel, illetve hát tényleg kitartónak lenni, és az se volt hátrány, hogy bekerültem idén az 5. országos egyéni bajnokság döntőjébe. Jó, hát ezt csak úgy mondtad, hogy leugrottam egy kiló kenyérért a közértbe. Mesélj erről a versenyről. Ez egy többfordulós verseny. Az első fordulóban 170-en indultunk el, aztán. Az egész országból jöttek slammerek, és
minden nap, ez egy háromnapos rendezvény volt, minden nap kettő etapban versenyeztek a versenyzők, mindig 27-28 ember, és egy szakmai zsűri volt, aki itt nem, mint a rendes versenyeken pontozással dőlt el a végeredmény, hanem egy szakmai zsűri értékelt minket. Bocsánat, hogy így megszakítalak, de mondjuk ezeknél a feladatoknál, itt mondjuk meg volt adva valami téma, vagy csak időkorlát, tehát hogyan működtek ezek? Nem, itt abszolút kötetlen volt a téma. Uh-huh. Vannak témaversenyek egyébként, de itt az országos bajnokság elődöntőjén és a döntőben is kötetlen volt a téma, akármiről lehetett szlemmelni. Te milyen témát választottál? Hát az elődöntőben egy olyan szöveget vittem, ami magamról szólt, egy önkritika, önleírás. A döntőben pedig érdekelt egy téma, ez a szakítás témája, hogy mit mondanék, hogyha egy lány nagyon csúnyán otthagyna, és tényleg így nagyon rossz lenne, és rosszul esne. Nem történt még ilyen, hála Istennek, de nagyon érdekelt a téma, és szerettem volna ezt így kiírni, megírni, meg hogy nyilván érdekelt az is, hogy elő tudom-e úgy adni, mintha tényleg megéltem volna ezt az érzést, és a döntőben ezt vittem első körös szövegnek. A második körben nem kerültem be, de ezt abszolút nem érem meg kudarcként, hiszen így is bekerültem az ország 27 legjobb szlemmere közé. 27-en vagytok. Ismeritek egymást? Tehát, hogy ez már egy ilyen kicsike kis csapat, vagy azért vannak olyan arcok, akiket még te sem ismersz? Hát nagyrészt ismerjük egymást. Igen, olyan emberek kerültek be, akik egész évben jól teljesítenek, több versenyen is jól szerepelnek. Viszont 8-an voltunk olyanok, akik először döntőztek ebből a 27-ből, és ebből a 8-ból 5-en voltak olyanok, akik az előválogatón szlemmeltek először, vagyis szlemszüzek voltak, ezt úgy szokták mondani. Szóval abszolút nem arról van szó, hogy valaki csak a neve miatt kerül be, vagy és akkor igazából nem is mondott jó szöveget, hanem tényleg meg lehet csinálni ismeretlenként is, és be lehet jutni. Milyen eredményeid vannak még, amire büszke vagy, hiszen az elmúlt hónapokban igazán oda tetted magadat? Hát szeptemberben második lettem a budapesti havi klubban, ami önmagában is elég nagy eredmény, de ezzel kvalifikáltam magamat a Szegeden tartott első országos slammer találkozóra, ami egy kétnapos rendezvény volt, és a második nap volt a városoknak a slam kupája, ahol az összes városban, ahol havi klub működik, onnan meghívták a dobogósokat, és mi versengtünk egymással arra a versenyre. Ott nem értem el helyezést, de az is abszolút egy utalomjáték volt, hogy Szegeden, ott mondhattam is, tényleg ott voltak a felvidéki slammerek, az erdélyi slammerek, tényleg a slam poetry-nek a színe java. És hát még a döntő előtt, a döntő vasárnap volt, most vasárnap, azelőtt szombaton még volt az első gödöllő slam poetry klub, és azt pedig megnyertem. Hát tényleg gratulálunk, tehát én csak kapkodom a fejemet, hogy milyen eredményeid vannak. Azon gondolkodom, hogy jó, hogy nem dobolsz, mert hogy akkor a szüleid biztos ki lennének akadva, hogy micsoda ricsajjal jár. Azért ez egy kicsit szolidabb hobbi, de azért voltak olyanok, amikor mondjuk a szülők, vagy akár barátok, ismerősök azt mondták, hogy ó, Dani, minek csinálod ezt? Szerencsére ilyenek nem voltak, bár egyébként már nagyon sok éve kollégista vagyok, úgyhogy a szüleimmel inkább csak telefonon tartom a kapcsolatot. Úgyhogy... És akkor is slammelve mondod el, hogy amúgy mi van veled? Hát nem, az már elég sok lenne, szerintem nekik, de egyébként neten, interneten meg szokták nézni ők is a szereplésemet, hogyha ugye, havonta járok haza, meg három hetente. Viszont, és a szobatársaim, meg a baráti köröm, ők nagyon elfogadóak, meg segítőkészek ilyen szempontból, és hát nem, hogy csak eljárnak, hanem, de hogy segítenek, és például a szobatársaim az elődöntős szövegemet már a könyökükön jött ki, annyiszor hallották, de akkor sem mondták, azt akár annyiszor mondtam el, hogy jó, akkor most már elég volt, hanem tényleg segítettek, elmondták a meglátásaikat, ilyesmit. Javasolnak amúgy témákat, vagy abszolút szabadon hagynak téged, és azt mondják, hogy csak saját kútfőből? Hát általában a témaválasztás az úgy szokott lenni, hogy ezt én csinálom, esetleg a megvalósításban mondják azt, hogy fú, ez nem lenne erős, vagy itt lehetne egy olyan, esetleg ez nem illik hozzád, nem fog átjön, ilyenekben szoktak segíteni inkább. A témaválasztást azt általában magamtól szokott így jönni, hogy most mi mozgatja éppen a fantázián, miről szeretnék írni. Meg nyilván más kérdés, amikor témaverseny van, mert akkor muszáj arról írni, ami a téma. Na figyelj, Dani, csináljunk akkor egy olyan dolgot, hogy megígértetem veled, hogyha legközelebb jössz hozzánk, kitűnő eredményeid után, akkor slammelsz nekünk egy tévés
monológot, bármit. Majd kitalálod, ez így legyen majd egy ilyen magasra feldobott labda, és akkor majd a legközelebb itt léteni lecsapod. Most pedig akkor megnézzük, hogy mit is tudsz ismételten, és mi ezzel fogunk búcsúzni most. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, november 11-én ez volt a Weekend, egy hét múlva 18-án találkozunk. Szép hétvégét, jövő hétre kitartást, a viszontlátásra! Nem láttátok az önbecsülésem? Ekkora volt és arra futott. Nem? Hát akkor elkezdem nélküle. Ha megengeditek, beszéljünk most kicsit rólam. Önkritikus, önleíró, antióda, egy szólam. Szóval. Nagy Dániel vagyok, 20 éves, 160 centi, 23 centi. Van itt textcsajom? Nincs. Akkor 23 centi. És mielőtt azon gondolkodná, hogy nagy Dániel és ilyen pici, gondolj bele, ha lányok megölelnek, melyikünk arcába jut a több cici? Az agyam egy szentély, egy szöveggyártó, soha le nem álló gépezet. Éjjel-nappal azon pörög, miből gyárthatna még egy új cikket, tárcát, rímeket. A testem hozzá a templom. Na nem ilyen katolikus gicses barok, hanem olyan hegyen lévő elhagyatott tájcuc, amit teletolynak a vadmajmok. És bár kicsit kevés lett rajtam az izom, néha a reggeli műzli mellé egy kis sminket is eszem és iszom. Ha legalább a belsőm nem lett, legalább a külsőm legyen szép. És mivel már van bennem jó pár sminkészlet, rajtam kívül senki se tud felbefögni ilyen sok jót és szépet. Bölcsész vagyok, tehát két dologhoz értek igazán. Sült krumplit sütni, és akárkit úgy elküldeni a fenébe, hogy az utazást előre várja, és rögtön hazaindul pakolni kis táskába, bőröndbe. Egyébként egyszerű ember vagyok. Ha szomjas vagyok, iszom. Ha éhes vagyok, eszem. Ha szomorú vagyok, iszom. A kedvenc kitalált fantasztikus karakterem a barátnőm. Pedig nem zsörtölődnék, ha nem két hetente, hanem két naponta kéne cserélni a lepedőm. Mert mióta készülök, hogy elmondjam neked. Vagy neked. Ó, vagy neked. Szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán csupán a lényeget. De a fenének töröm magam, ha nem érted a költői képeket. Szóval kimondom kereken, perecen, tisztán, egyenesen, lennék valakinek lennék. Minden szépet s jót a feneke alá tennék. De nem papucs, hanem inkább egy öröktrendi divat kiegészítő lennék. A szüleim tanítgattak, hogyan kell egy nővel bánni. Apám annyit tudott hozzátenni, hogy kérdezd anyádat. Kisfiam, suttogj, egy lányhoz halkan beszélj. Mert csak az kiabál, aki fél. De anyu, mi van azzal, aki a mikrofonba beszél? De azért, mint halljátok, a nyelvem egészen ügyesen, gyorsan, sebesen pörög és forog, és ezt nem csak 3 percig tudjam. Szóval lányok, bátran írjatok. Egész hasamból szeretnék már valakit, de nagyon. Mondanám, hogy szívvel, de mit tagadjam, a pocakom nagyobb. Szóval a nevem Dani, de te hívhatsz bármikor. És ha valaki már pánikol, hogy ez a gyerek magáról mennyit hablatyol, nyugi, úgyis megláttam az önbecsülésem a pult nála mellett, a csinos csaj mellett. Szia, Szivi! Passzolnánk, hidd el, én mindenkivel kijövök, kedves és gyöngéd vagyok, nem pedig durva, csak akkor nem fog működni, ha én kos vagyok, te meg egy... Szóval megyek gyorsan, mert mennem kell, de azért az utolsó sorokat még fejből mondom el, hogy van ott oldalt egy lépcső, szóljon a taps, amikor a költő ott lelép, cső.